Jó estét kívánok! Köszöntöm a Sárvári Televízió nézőit. A következő percekben Önök Hírek 7-kor című szombatesti közéleti magazinunk május 21-i adását kísérhetik figyelemmel. Összeállításunk élén most is az elmúlt napok legfontosabb helyi történéseiről készített tudósítások állnak. Mindezek mellett ajánlókkal, sporthírekkel és háttéranyagokkal is jelentkezünk. Műsorunk elején nézzük képes tartalomjegyzékünket. Az önkormányzat, civil szervezetek és helyi vállalkozások képviselői találkoztak a Városházán. Május 26-án 17 óra 30-kor kerül sor a hegyközségi új köztemető felszentelésére. A kistérségi társulás ülésének kiemelt napirendje volt a térségünkben jelentkező munkaerő hiány. Smart QR kódokat helyeztek el a TDM iroda munkatársai a sárvári gimnazisták segítségével a város információs tábláira. Idén is megrendezte tavaszváró rendezvényét az idősek számára a gondozási központ. Dr. Csókai András idegsebész tartott előadást modernkori népvándorlás címmel Sárváron. A Kanona Band adott koncertet május elején a Tinódi Gimnázium sportcsarnokában. Közel 250 diák mutatta meg tudása legjavát a városi és város környéki kulturális szemlén. Lázár F. Katalin legújabb könyvét mutatták be a Szilveszter Könyvbarátok Klubja rendezvényén. Tavasz, virágok, fények címmel nyílt meg a folyosó galériában Tisza Kalmár Ágota kiállítása. Alul teljesített a Sárvárfürdő Kimizsi NB2-es felnőtt női csapata a mögöttünk hagyott szezonban. Az önkormányzat, civil szervezetek és helyi vállalkozások képviselői találkoztak május 9-én a Városházán. Az együttműködés eredményeképpen újabb infrastruktúrális fejlesztések előtt nyílnak meg a lehetőségek a városban. Az áprilisi ülésen döntött úgy a sárvári képviselőtestület, hogy városi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportot alakít. Ennek első lépéseként hívtak össze az önkormányzat vezetői egy fórumot a Városházán. Egészen pontosan ez egy pályázati lehetőség, a top pályázati rendszernek a hetes prioritása, ami még egyébként nem volt. Tehát az előző uniós ciklusban sem volt, és talán mondhatni azt, hogy nem is volt még ehhez hasonló sem. Talán az úgynevezett LIDER program, amiben egyébként Sárvár akkoriban nem tudott részt venni, az volt ehhez hasonló, aminek a lényege az lehet, illetve lesz, hogy ez egy helyi közösségek által vezérelt pályázati rendszer vagy pályázati lehetőség, aminek alapvetően három fő résztvevője van. Egyrészt az önkormányzat, illetve az önkormányzat bizonyos intézményei, intézményrendszerei, gondolok itt akár a művelődési házra, illetve a múzeumra. Aztán a vállalkozói szférának a képviselői, illetve a civileknek a résztvevői, akikből egyébként Sárváron nagyon sok van, tehát több tíz civil egyesületünk van. Nos, ebből a háromból kell nekünk összegyúrni egy úgynevezett helyi közösséget, vagy helyi akciócsoportot. A tervek szerint május végéig meg is alakítják ezt a helyi akciócsoportot, amelyet be kell regisztrálni ahhoz, hogy pályázatokon részt vehessen. Ami egyébként azt jelenti, hogy várhatóan egy konzorcium keretein belül az önkormányzat, a vállalkozók és a civil szféra néhány képviselője részt tud venni, és akkor ebben az együttműködésben el tudunk indulni. Mert hogy ez az első lépés, megtörténik a regisztráció, utána, ha a regisztráció elfogadásra kerül, akkor a következő lépés az, hogy egy úgynevezett helyi fejlesztési stratégiát, és ez nem azonos egyébként a városfejlesztési programmal, vagy a városfejlesztési stratégiával, tehát ez más. Ez igazából talán jobban a civilek szempontjából és a helyi szerveződések szempontjából közelíti meg a városnak a működését, illetve a városfejlesztés bizonyos szempontjait. Néhány konkrét városfejlesztési ötlet már az első találkozáson megfogalmazódott, amelyekre az Európai Uniós fejlesztési ciklusban szeretnének pályázatokat benyújtani. Például az, hogy a Zárdát nagyon jó lenne felújítani, erről már ugye többször beszélgettünk, meg többször is szóba került. Tehát az Zárdára alaposan ráférne a felújítás, és abból a szempontból is, hiszen az a civileknek egy háza, egy hazája, tehát
abból a szempontból is jó lenne, hogy ott amúgy ott vannak ezek a civil közösségek, arról ne is beszéljünk, hogy műemléképületről van szó, tehát a városnak egyébként egy égkövés, hogy ezt szépen meg tudna újulni, az nagyon, nagyon szép lenne. Vannak gondolatok például arról, hogy a sömjéni művelődési házunk is meg tudna újulni ennek a projektnek a keretein belül. Aztán a civilek részéről már látható ötletek, javaslatok, például a kerékpáregylet jött egy nagyon érdekes és értékes javaslattal ilyen kerékpáros találkozási pontoknak a létrehozásával kapcsolatban, tehát úgy látom, hogy elindult az ötletelés, és hát mindenki, aki ott volt egyébként, ígéretet tett arra, hogy a következő időszakban majd erről tudunk beszélni, illetve hát ők is fognak majd javaslatokat hozni. Márti Vadar szerint ennek az együttműködésnek éppen az a lényege, hogy ne feltétlenül az önkormányzat mondja meg, hogy milyen fejlesztés valósuljon meg a városban, hanem teret kapjon a civil kezdeményezés, a közösségi fejlesztési erő. Május 26-án 17 óra 30-kor kerül sor a hegyközségi új köztemető felszentelésére. Kondora István polgármester minden sárvárit hív ezen alkalommal az ökumenikus szertartáson való részvételre és a sírkert megtekintésére. Parkrendezés és takarítás folyik az új sírkertben. Már az utolsó simításokat végzik a városgazdálkodás munkatársai a hegyközségi köztemetőben, mivel május 26-án sor kerül az átadására. Körülbelül 7 évvel ezelőtt kezdtük el keresni azt a helyet a városban, ahol a következő 200 évre megteremtjük a temetkezésnek a lehetőségeit. Három lehetséges helyszínt vizsgáltak akkor meg a szakemberek, és a hegyközségben ez a terület volt talán a legalkalmasabb. Egy 6 hektáros terület, amelyből most 2 hektárt kerítettünk körbe, és ez lesz a magja tulajdonképpen az új temetőnek. Az oka pedig az volt, hogy ami 1830-ban megnyílott városi nagy temetőnk, a szép lassan, fokozatosan betelik, és ennek egy ilyen átmeneti használata és szabályozása meg is történt a képviselőtestület részéről, amelyet a sárváriakkal fogunk majd közölni tájékoztatás keretében. Az építkezés tavaly kezdődött el, és hát december 31-ére nagyjából egy év alatt ez be is fejeződött, és az utólagos munkálatok, a füvesítés, a fásítás most tavasszal megtörtént. Két impozáns torony fogja közre az új hegyközségi köztemető kapuját, itt kap majd helyet egy virágüzlet és a porta. A sírkertben egy 500 négyzetméteres ravatalozót építettek, amelyben irodát, bemutatótermet, hűtőhelyiséget és raktárat is kialakítottak. Két urnafalat is építettek már a ravatalozó mellett. A bekerített területen 72 darab díszsírhely és 1080 sírhely áll rendelkezésre. Az új sírkert ökumenikus felszentelésére május 26-án csütörtökön 17 óra 30-kor kerül sor. Egyúttal szeretném felhasználni ezt az alkalmat arra, hogy minden sárvárit meghívjak ennek a felszentelésnek a idejére, hogy közösen egy kicsit talán ilyen lelki közösség keretében ennek a szakrális, ennek a felszentelt helynek a birtokba vétele közösen történhessen meg. A szertartásra egybegyűlteket Ák Péter országgyűlési képviselő és Kondora István polgármester köszönti. Közreműködik a sárvári oratórikus kórus. Május 10-én ülésezett a Sárvár térsége több célú kistérségi társulás. A napirendek között kiemelt témaként szerepelt a térség munkaerőhelyzete és közlekedése. A térség munkaerőhelyzete volt az egyik legfontosabb témája a múlt hét keddi ülésnek, amelyet a Sárvár térsége több célú kistérségi társulás tartott városunkban. A társulás elnökének, Patyi Elemérnek köszöntője után Kondora István polgármester vezette fel a témakört. A mai kistérségi összejövetelünknek több célja is van, és különlegesség az is, hogy a Sárvár és a Celi kistérségnek a képviselői, a kormányhivatalok, a járási hivatalok vezetői, kistérségek vezetői jelen vannak, illetve azok a polgármesterek, adott esetben jegyzők, akik a településüket képviselik. A nagyon sok apró feladat közül, amely a napirendben szerepel, a két közös problémánk és programunk a munkaerőgazdálkodással kapcsolatos kérdéskör, és azért gondoltuk, hogy a Flex képviselőt meghívjuk erre a találkozóra, hiszen ilyen nagy körbe, ennyire a érintett települések vezetőit is érintve, nagyon nehéz lenne kommunikálni.
Az alapvető kérdés most az, hogy nem munkanélküliségről beszélünk, hanem munkáiról, hiányról beszélünk, és akár 1-2-10 ember van egy településen, akinek munkát lehet ajánlani, azokat most mindenképpen szeretnék közösen fölkutatni és ajánlatot tenni, hogy itt van egy ilyen lehetőség. A térség jelenleg munkaerő hiányban van, a sárvári Flextronics is több száz munkatársat keres. Bajor László, a magyarországi Flextronics személyzeti vezetője az ülésen először röviden bemutatta a céget. Elmondta, hogy a Flex hazánk egyik legnagyobb vállalata, amely tavaly a 9. helyet foglalta el a rangsorban. A sárvári gyár egység az egyik legnagyobb. A sárvári gyár még 1000 fővel is tovább bővülhetne, de szinte lehetetlen, hogy ilyen sok munkavállalót találna a cég ebben a régióban. A cégnek minden munkaerőre szüksége lesz, hiszen idén nyártól a sárvári gyárban készül majd a Lenovo vállalati számítástechnikai és adatközponti egységeinek teljes választéka is, miután a Flextronics a berendezésekhez szükséges szerverek gyártását megkezdi. Az ülés második témája a kistérség közlekedése volt, az Észak-Nyugat-Magyarországi Közlekedési Központ munkatársainak előadásában. Célszerűbbnek láttuk, hogy egy kicsit a járások, a kistérségek határait átlépjük, és közösen beszéljünk ezekről a kérdésekről, adott esetben gondokról, mert például tavaly sikerült lakossági fölvetés alapján és lakossági kérés alapján néhány olyan alapvető problémát orvosolni közösen a központtal, amely az embereknek a munkába járását, mindennapi közlekedését is érintette. Az Észak-Nyugat-Magyarországi Közlekedési Központ szokásos éves rendes tájékoztatóját tartotta meg az ülésen. A központhoz 4 megye közlekedése tartozik, ezek Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém megyék. Smart QR kódokat raktak ki a TDM iroda munkatársai a sárvári gimnazisták segítségével kedden a város információs tábláira. A tavaly kihelyezett 55 tábla mindegyikére került az okostelefonokkal és tabletekkel leolvasható matricákból. A Smart vagy okos QR kód egyedi megoldásokat, lehetőségeket biztosít. A kódok mögött online tartalmak vannak, amelyek okostelefonokkal, tabletekkel azonnal leolvashatók. A Sárvár Turisten TDM Nonprofit Kft. Legújabb fejlesztésként kedden a tavalyi évben pályázat útján kihelyezett információs táblákat Smart QR kóddal látta el, és tette interaktívabbá. 55 darab új tábla van, és ezen az 55 táblán mindegyiken van egy 12x12-es kis helyszín, amit igazából okostelefonnal le tudnak, vagy tablettel olvasni majd az ideérkező turisták, és ez a sárvári részen különböző helyeken foglalnak helyet ezek a táblák, amelyek különböző információkat, látnivalókról, programokról, magáról, Sárvárról foglalnak magukban, és ezen keresztül, a Smart QR kódon keresztül tudják a turisták az információt okostelefonnal, tehát a tablet segítségével megszerezni. Ez egy folyamatnak az eredménye, ami azzal indult, hogy 2012-ben meglettek csinálva ezek a tematikus túrák, különböző színekkel, ezt először térkép alapon tudtuk megvalósítani a látnivalók érintésével, majd pedig feltettük a honlapra, hogy online is elérhető legyen. Ezután fizikálisan kerültek ki a táblák, maguk a 110 darab tábla, és ezután pedig csináltunk egy telefonos applikációt hozzá kalandtúra formájában. A folyamat utolsó lépéseként a kódok kerültek fel a táblákra. A TDM iroda munkatársait ebben a gimnázium utazás és turizmus fakultáció csoportja segítette, akik már régóta hiszik, hogy a QR kódok rendszere új táblatokat nyit a marketing területén, így Sárvár még ismertebbé válhat a turisták számára. 2012-ben volt egy verseny, egy turisztikai verseny, amit a GTTP írt ki. Ez egy nemzetközi program, amelyben a diákok részt vettek, és itt a technika, illetve a turizmus kapcsolatával kapcsolatban kellett egy projektet készíteni, és az ő projektjük egy QR kód alapú városnéző túra volt. És olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy a város, illetve a gimnázium egy útvonal haladt ez ügyben, és sikerült a mi általunk kitalált QR kód túrát megvalósítani itt a városban. A QR kódok mögötti tartalmakat a gimnazisták a TDM munkatársaival közösen dolgozták ki.
A diákok is rászociáltak, hogy ők az egyes helyszínekre mit tennének a QR kódok mögé, illetve nyilván a TDM-nek, a városi turisztikai vezetésnek is volt egy elképzelése. A kettőt összefésülték, és ennek eredményeképpen jött létre a tartalom, ami a kódok mögött. És természetesen akkor a kódokat materializálni kellett. Maga a tábláknak a kihelyezése, a QR kódoknak a nyomtatása, tehát a matricáknak a nyomtatása az pályázati pénzből történt a TDM szervezésében. A kihelyezett 55 okos kód szinte az egész várost lefedi, került például a fürdő, a csónakázótó, az arborétum környékére, a városközpont több helyszínére és kertvárosba is belőlük. A TDM szervezet reméli, hogy ezzel is hozzájárulhat ahhoz, hogy a turisták Sárváron eltöltött ideje még hosszabbra nyúljon, és még kellemesebben teljen mindenki számára. Idén is megrendezte tavaszváró rendezvényét a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ. Május elején 3 napon át különböző programokkal várták az időseket. A gondozási központ már hagyományosnak nevezhető tavaszváró rendezvényén hétfőn kiállításra és filmnézésre várták az időseket. A délelőtti vetítések a pünkösdi ünnepről, illetve a rábaközi hagyományokról szóltak. A házi kiállításon imakönyvek, olvasók, egyházi feszületek és gyertyatartók kerültek bemutatásra. A legnépszerűbb program talán a keddi szabadtéri főzés és zenés program volt, ahol ragulevessel várták a központ időseit. A műsort a mazsorettek szolgáltatták. Ezen a napon lehetőség volt beszélgetésre, közös éneklésre. A szerdai nap a kirándulás jegyében telt, szombathelyen a könyvtárat és a székesegyházat tekintették meg a kirándulók, a program a főtéri kiállítással és fagylaltozással zárult. Hámoriné Németh Edit intézményvezető azt is elmondta, hogy tavasztól több programmal tudnak készülni. Már évek óta részt vesznek a könyvtárban tavaszváró zenehallgatáson is. Tervezünk az arborétumba sétát, a csónakázatóhoz. Ilyenkor tavasztal azért jobban tudunk szabadtéri programokat is szervezni, mert ugye ez nyáron és télen nem igazán működik azért az időseknek. Főleg a nyár jobban megviseli őket, mint a tél. Nyáron többször megkínáljuk őket üdítővel, felhívjuk a figyelmet a nyári betegségekre, tehát akkor inkább a klubhelyiségben tartunk foglalkozásokat, beszélgetéseket, a városi rendezvényeket természetesen felhívjuk a figyelmet, hogy hova érdemes elmenni, hol tudnak hűvösen leülni. Nagyon fontos, hogy fölhívjuk a nyár veszélyeire, mint ahogy így szélsőséges időjárások vannak, tehát azért az idős embereket a nyár sokkal jobban megviseli. Erre fokozottan minden nap, minden étkezésnél, beszélgetésnél, itallal kínáljuk őket, és arra, hogy tessék esernyőt tenni, kalapot a fejükre. Tehát a nyár azért jobban azzal telik, hogy inkább a hűvös helyben beszélgetünk, vagy közös filmet nézünk, vagy valami jó kis jókat elbeszélgetnek, rejtvényt fejtenek, játszanak. Az egyik klubtársunk Sárváról egy kvízt állított össze, ezt majd azért a nyáron kiosztjuk, és beszélgetünk róla, hogy ki mit tud erről, vagy mit nem tud róla. Az idősek klubja minden nap várja tagjait, ahol hozzásegítik őket életkörülményeik javításához, figyelemmel kísérik egészségi állapotukat, és közös programokat kínálnak részükre, ahol társasági életet élhetnek. Az Észak-Vas megyei polgári estek rendezvény sorozat keretében dr. Csókai András idegsebész tartott előadást modernkori népvándorlás címmel a vár dísztermében. A házigazda Márti Vadar alpolgármester volt. Az Észak-Vas megyei polgári estéket Ák Péter a térség országgyűlési képviselője alapította. A sorozat keretében mindig a választókerület más településén nyílik lehetőség megvitatni az aktuális kérdéseket neves előadók segítségével. Ezúttal dr. Csókai András idegsebész volt a vendég, akit már Tivadar alpolgármester köszöntött, mivel Ák Péter egy miniszteri értekezlet miatt nem tudott az előadáson részt venni. Dr. Csókai András azért jött Sárvára, hogy a betelepítési kvóta elleni népszavazáson való részvételre buzdítson. Ugyanakkor a menekültek befogadásával kapcsolatos ellentmondást is igyekezett feloldani, amely az elesettek befogadását előíró emberi parancs és a keresztény értékek védelme között feszül. Mert azt látom, hogy zavar van, még a hívő
lelkekben is ezzel kapcsolatban, különösen, hogy ugye látszólag a Szent Atya abszolút bevándorláspárti nyilatkozatokat tesz, de azért azt is kell tudni, hogy a média, a nyugati balliberális média egy borzasztó nagyot akar torzítani a hívők fele, mert mindig ez a célja, és azért a Szent Atya nyilatkozataiból ki lehet olvasni a ilyen mondatokat, hogy a törvényeket be kell tartani, és akkor már itt az egész egy pillanat alatt tisztázódik. Szóval ezek nagyon fontos dolgok, és én személy szerint én ezekre próbálom fölhívni a figyelmet. Cél az, hogy akik eljönnek ide, azok kapjanak egyfajta pluszt, vagy útmutatást, hogy a hétköznapi párbeszédekben mit próbáljanak mondani az embereknek, mert az viszont rossz lenne, hogyha egy alacsony részvételi szám jön neki a kvótás népszavazásba, akkor majd, hogy nem kontraproduktív is lehet. Tehát valóban arról nincsen, abban kapcsolatban nincs félelem, hogy Magyarország mit gondol erről. Tehát itt nem erről szól, de az, hogy elmenjenek az emberek, és véleményt nyilvánítsanak, és az ő életükről, jövőjükről van szó. Dr. Csókai András leszögezte, a menekülteknek el kell fogadnia Európa, illetve a befogadó államok jogrendszerét és vallását. Sajnos nem mutatkozik meg az a mondás, hogy ugye zuhanó repülőgépen nincs ateista, van különben, és sajnos úgy néz ki, hogy ők oda tartoznak nagyon sok szempontból. Tehát nagyon nehéz ez az integráció vagy asszimiláció. Más út viszont nincsen, ha befogadunk, más út nincsen nekik. El kell fogadni a mi keresztény törvényeinket, ahol egy férfinek nem lehet több felesége, ahol egy férfi semmivel sem különb a nőnél, semmivel sincs följebb, mint a nő. Tehát mi csak a modernizált iszlámmal tudunk párbeszédet folytatni, azzal az iszlámmal, ami fundamentalista módon iszlamizálni akarja az európai kultúrát, ahol mi nem tudunk párbeszédet folytatni. Tehát itt ez egy nagyon markáns különbség. Az idegsebész szerint azért is van óriási tétje a betelepítési kvóta elleni népszavazásnak, mert fontos, hogy mi magyarok kinyilvánítsuk, továbbra is békés és biztonságos országban szeretnénk élni. Május 7-én este a Kanona Band adott koncertet a Tinódi Gimnázium sportcsarnokában. Az este vendégeként a sárvári vonósok léptek még színpadra. A Kanona Band 1998 óta működik Sárváron. Kezdetben 8, majd 9 tagja volt az együttesnek, ma már a létszámuk 16 főre bővült. Az együttes a hagyományos évvégi koncert helyett idén nyárköszöntő fellépésükre hívta közönségét, mondta el a május 7-i koncerten köszöntőjében Kondora István polgármester. Továbbá hozzátette, hogy a Kanona Band is azok közé a zenei formációk közé tartozik, amely rendkívül magas színvonalon és minőségben tudja hallgatóságát szórakoztatni. A zenekar repertoárja rendkívül széles, megtalálhatók benne a jazz, blues, rock'n'roll képviselőinek legnagyobb slágerei, az 50-60-as évek örökzöld dallamai, a 70-80-as évek popzenei sikerei, valamint közismert musical szerzemények, mégis erre az alkalomra nehezen állt össze a dalok sorrendje, mondta el Két Helyi Tamás. A repertoár elég nehezen állt össze, ugyanis ez egy hagyományos évvégi koncert volt eddig, és most rendhagyó módon ugye átkerült tavaszra, ez egészségügyi okok miatt történt, és nem tudtuk, hogy gyakorlatilag mikor, miből építkezzünk, de nagy nehezen megoldottuk, így az egészségi állapot is rendbe jött a dobosunknál, úgyhogy így egy hosszabb időszak után sikerült végre újra kiállnunk közönség elé, és szerintem jól sikerült. A jazztől a filmzen átiratokig bármit eljátszunk, ami tetszik nekünk, meg hát remélhetőleg a közönségnek is, mert olyat nem játszunk szívesen, amit mi magunk nem szeretünk, tehát ez talán így áll össze. A zenekar számos alkalommal kísérte a sárvári mazsorek csoportot, az együttműködés idén is folytatódik. Emellett sok felkérést is kapnak a fiúk magyarországi és külföldi fellépésre egyaránt. Idén lesz mazsoret fesztivál,
júliusban. Ott is természetesen részt veszünk ezen, mind a két napon, pénteken és szombaton is. És a vonósokkal is van az együttműködés, úgy néz ki, tehát mondjuk a Jánosházára is velük megyünk, de igyekszünk azért mindig helytállni a környékbeli felkéréseknek eleget tenni, így Sárvárt is, mint a Töltelmi Fesztiválon is részt veszünk mind a két nap, úgyhogy van program. Az est vendégeként a sárvári vonósok is színpadra léptek. Velük való együttzenélés olyan sikeres volt, hogy egy újabb meghívást is kapott a zenekar. Május 28-án Jánosháza tavaszi fesztiválján zenélnek majd. Május 11-én és 12-én tartották a városi és város környéki kulturális szemlét. A két nap alatt közel 250 tanuló mutatta meg tudása legjavát a szakmai zsűri előtt. A Nádasdy Vár Művöldési Központ és Könyvtárban zajlottak május 11-én a városi és város környéki kulturális szemle irodalmi kategóriájában a döntők. Közel 250 alsó és felső tagozatos diák közül választották ki 10 helyszínen a 3-3 tagú zsűrik a legjobbakat. A kicsik vers és mese, míg a nagyok vers, illetve próza kategóriákban nevezhettek. Az idei esztendőben is nagyon lelkesek és felkészültek voltak a gyerekek, akik a Nádasdy, a Gárdonyi, a Szent László általános iskolákból, valamint Szeleste, Urajújfalu, Pecöl, Ikervár, Sótony, Bő, Kád és Csénye községek iskoláiból érkeztek a megmérettetésre. Május 12-én a zenei szemle döntőjét tartották a várban. A fiatalok szólóének, duett és éneklőcsoport kategóriában nevezhettek a versenyre. A városi és városkörnyéki iskolák egy helyi selejtezőn választották ki intézményük legjobbjait. A várban szervezett döntőn pedig közülük kerültek ki Sárvár és környéke legjobb prózai és zenei előadói. A diákokat arany, ezüst és bronz oklevéllel, valamint a Sárvári önkormányzat támogatásának köszönhetően könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazta a szervező művelődési központ. Kategóriánként két főt juttattak az ítészek a kulturális gálára, amelyen idén 24 produkció mutatkozhat be a nagy közönség előtt. Június 12-én vasárnap 16 órakor kezdődik a gála a Nádasdy Vár nagyszínpadán, rossz idő esetén pedig a házasság kötőteremben. A művelődési központ munkatársai köszönetüket fejezik ki a felkészítőknek, a zsűritagoknak, a szülőknek, hogy immár több éve segítik a kulturális szemle megszervezését. Vatta cukros, süket csend címmel jelent meg Lázár F. Katalin legújabb könyve. A Szilveszter Könyvbarátok klubja rendezvényén mutatták be a szombathelyi író novellás kötetét. Lázár F. Katalin szombathelyi írónőt elsőként Bődi Piroska könyvtárvezető köszöntötte. Majd a szerzővel Tanai Ibolya, a Szombathelyi Televízió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett a Sárvári Városi Könyvtárban. Lázár F. Katalin 4,5 évesen nevelő szülőkhöz került. Szeretet nélkül bántalmazott gyermekként nőtt fel. Első kötetét 5 évvel ezelőtt írta, eredetileg csak a családjának szánta. 2011-ben írtam meg az életrajzi regényünket. A gyerekeimnek szántam a könyvet, mert nagyon rossz gyermekkorom volt. Nevelőszülőknél nevelkedtem, és egy bántalmazott gyermekkorom volt, és a felnőtt gyerekeim állandóan szerettek volna hallani valami jó kis történetet az én gyerekkoromból, és még a férjem sem ismerte a gyerekkoromat, és nem, hogy a gyerekeimnek elmeséltem volna. És aztán addig, hogy rávettek arra, hogy csináltam 50 éves koromra egy ilyen kis kivonat, ilyen brosúrának megfelelő kis a gyerekkoromat átölelő részt, és annyira jól sikerült az írás, hogy kiadtuk próbaolvasásra, és nagyon sok pozitív visszajelzés jött is, hogy nagyon különleges a stílusom és a kifejezésmódom, és hogy írjam, és akkor folytattam, és így lett belőle könyv, mert nem is gondoltam, hogy könyv lesz belőle, és azt sem gondoltam, hogy ennyire szeretni fogják az olvasók. Nagyon sok ember magáénak érzi az élettörténet, legalább egy-egy szakaszt ki tud belőle emelni, ami belő is szembenézett, megküzdött, vagy sikeresen megoldotta. A Hol lennél jó helyen című életrajzi regény a hit, az erő és a lélek szabadságának a könyve, amely tulajdonképpen a fájdalom kiélésének az eszköze is. Egy bántalmazott gyermekkort a pszichológusok ugye azt mondják, hogy
90% az, hogy maga is bántalmazóvá válik, vagy pedig a társadalomba soha nem fog tudni úgy beilleszkedni sem egy családba, mert hát nincs egy jó példa előtte. Hát én valószínű, hogy akkor a másik oldalra estem, én gyerekkoromtól kezdve ezért küzdöttem, hogy én más leszek. Más leszek, mint az, akivel élek együtt, aki engem állandóan szavakkal, verbálisan is és fizikailag is bánt, és ez volt az életcél, hogy nekem egyszer legyen egy normális jó családom, egy szép munkám, amit szeretek csinálni, és hogy végre egyszer boldog legyek, és aztán nem azonnal, de 17 éves korom után folyamatosan ezek a dolgok, amikor már magam dönthettem az életemről, a sorsomról, akkor megvoltak ezek a célok továbbra is az életemben, és úgy érzem, hogy érdemes volt ezeket gyerekként eldönteni, mert mind sikerült megélni az életemben. Lázárev Katalinnak Vatta cukros süket csen címmel most jelent meg a második kötete. A 12 történetből álló novella füzér fő üzenete, hogy nem az számít, hogy milyen a világ, hanem hogy mi milyenné tesszük azt. Ez a különleges érzelmi állapot, az egyedül lét és egyedi lét és a magánynak hozzátársul be a Vatta cukros süket csend. A szombathelyi írónő már újabb alkotáson dolgozik, mesekönyvet ír. Különleges mesekönyvre készül, mert egyrészt a mesék gyerekrajzokról íródnak, másrészt nem a legkisebbeknek szánja, hanem a 12-18 éves korosztálynak. Tavasz, virágok, fények címmel nyílt kiállítás a Nádasdy Vár folyosó galériájában Tisza Kalmár Ágota akvarell festő képeiből. A színpompás vízfestményeket Markó Péter ajánlotta a közönség figyelmébe. A könnyed ecsetkezelés és az egymásba olvadó színfoltok légies hatása ellenére az akvarell egy nehéz festészeti műfaj, emlékeztette a közönséget a kiállítást megnyitó Markó Péter szociológus. Hozzátéve, hogy a most kiállító Tisza Kalmár Ágota mindössze 20 éves, de több hozzáértő szerint már mindent tud, amit a vízfestésről tudni lehet. Ez az elsajátított technikára vonatkozik, egészítette ki a méltatást Kondor János, a művelődési központ igazgatója, aki köszöntőjében úgy fogalmazott, a folyosó galéria egyik küldetése, hogy lehetőséget adjon évente 2-3 fiatal feltörekvő alkotónak. Tisza Kalmár Ágota 1995-ben született Veszprémben. Rajzkészsége már kora gyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Tisza Kalmár György segítette a festészetben, de a 20 éves fiatalalkotó tehetségére Gerzson Pál, a Képzőművészeti Egyetem festő tanszékének rektora is felfigyelt. Témái változatosak. A légies virágábrázolásoktól a csendéleteken át a portréfestészetig széles a paletta. Ágota gyógytornász szakon tanul, de emellett fest, de lehetőséget kapott, hogy bejárjon a rajztanszék óráira, ott rajzol szénnel, ceruzával. Volt már önálló kiállítása, legutóbb Egyházashegyén édesapja alkotásai mellett voltak láthatóak az övé is. Jelezve, hogy a tehetség tovább öröklődik, hisz Tisza Kalmár György, az édesapa szintén ismert festő, grafikus és faszobrász. Az akvarell műfaja azóta jelen van a képzőművészetben, mióta az ember a gondolatait képekben is kifejezi. A barlangrajzoktól az egyiptomi sírokon át a mai napig is népszerű kínai és japán vízfestészetig. Sorolta az akvarell történetét Markó Péter. Az akvarell festéket vízzel vegyítik, és mivel áttetsző, csak a világostól a sötét felé lehet vele építeni, nem úgy, mint az olaj vagy az akrél festék használatakor. A hangsúlyos fényeket úgy érik el, hogy a papír felületét érintetlenül hagyják, vagy a nagyon halvány színeket sötétebbekkel veszik körül. A művésznek előre kell terveznie, a munka kezdetén meg kell határoznia, hová kerüljenek a színek. Ágota képein nem látszanak a ceruzás előrajzolás vonalai, jegyezte meg a szociológus. Még az egyik képen szereplő, a valóságban szintelennek gondolt szamár kóró is életre kel a műveken. Tisza Kalmár Ágota tavaszt árasztó festményei június 5-éig látható a Kanádasdi Várban, naponta 10-től 18 óráig. Kedves nézőink, műsorunkat városi programajánlóval folytatjuk.
A nyári riói olimpiára való hangolódás jegyében lesz az évezred nyitó beszélgetések vendége Pars Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvető. A sportolóval május 24-én kedden 18 órai kezdett el a Sárvári Nádasdy vár dísztermében Gróf István alapítványi elnök beszélget. Május 30-án, hétfőn 19 órától folytatódik a Danubius Hotel pódium sorozata. Ezen az estén Szendi Gábor író, pszichológus tart előadást a Férfi hanyatlása és bukása címmel. Június 1-én, szerdán 18 órai kezdetten lesz a Nádasdy vár dísztermében az évezred nyitó, záró beszélgetés. A rendezvény címe 17 év, 13 évfolyam, 75 beszélgetés, vélemények, történetek, titkok. A kerekasztal beszélgetésen részt vesz Kondora István, Kondor János, Cupi György, Erős D. Zoltán, Dr. Desics Imre, V. Molnár Zoltán, Rácz Péter és Bugovics Imre. A házigazda Gróf István a Sárvári Milleniumi Alapítvány elnöke lesz. A Renault legfrissebb európai normáinak megfelelően teljesen átalakult a szombathelyi Renault márka kereskedés. Európában az első között alakítottak ki egy olyan autószalont, ahol az ügyfél interaktívan tervezheti meg álmai autóját, modern, kellemes környezetben fedezheti fel a Renault és a Dacia legújabb modelljeit. A szervizbe érkező ügyfelek is kulturált körülmények között egy kávé elfogyasztása és szabad internet használat mellett várakozhatnak a szalon saját kávézójában. Hatalmas akció az autó Baumgartner Kft-nél. Rendelje meg most egyedi kedvezményekkel új autóját, és öné lehet akár egy Renault Fluence Limited gazdag felszereltséggel már 3 millió 590 ezer forinttól. Vagy Renault Clio Alice klímával 2 millió 990 ezer forinttól. Dacia Duster 2 millió 860 ezer forinttól ajándék téli gumival vagy tartozékcsomaggal. A szalomba érkező ügyfelek felfedezhetik és ki is próbálhatják a Renault legújabb zászlós hajóját, a Talizmánt, szegmensében egyedülállóan gazdag felszereltséggel. A megújult környezet és a számos technikai innováció elősegíti, hogy még magasabb minőséggel tudjuk kiszolgálni meglévő és leendő ügyfeleinket. Autó Baumgartner, Szombathely, Csaba utca 7. Kedves nézőink, mai adásunkat is helyi vonatkozású sporthírekkel zárjuk. Az előzetes várakozásokhoz képest alul teljesített a Sárvárfürdő Kinizsi NB2-es felnőtt női csapata a mögöttünk hagyott 2015-16-os bajnoki szezonban. A csapat 18 mérkőzéséből mindösszesen 4-et nyert, egyszer játszott döntetlent, így 9 megszerzett ponttal az utolsó előtti 9. helyen végzett. Pedig előzetesen a vezetőség a tabella első felébe, sőt titkon a dobogóra várta a tavaly nyáron jelentősen megerősített gárdát. Az ősszel azonban több dolog is nehezítette a csapat szereplését. Egyrészt a Nádasdy iskola torna csarnokának felújítása miatt 7-szer lépett pályára idegenben, míg 2 meccsét pályaválasztóként Ikerváron kényszerült lejátszani a Kinizsi. Mindemellett nem sikerült az igazi csapategységet sem megteremteni. Tavaly nyáron nagy volt a játékos mozgás, összesen 5 új játékos igazolt Sárvárra, és különböző okok miatt szezon közben is többen abbahagyták a játékot. Ennek köszönhetően, valamint a sikertelenség miatt nem volt túl jó a hangulat a csapaton belül, ami tovább nehezítette Hegyi Gábor edző dolgát. Tényleg aztán megpróbáltuk rendezni a sorokat, ami azt jelenti, hogy egyrészt visszaigazoltunk 2 valamikori játékosunkat, Pintér Zsuzsit, aki ugyan abba hagyta már, de a tavaszi szezon során védekezésbe nagyon sokat tudott segíteni nekünk. Másrészt pedig visszajött hozzánk Pataki Gyöngyi, aki az elmúlt 2 évben bükön volt, tehát ők tudtak segíteni a tavasz folyamán. Emellett bíztunk abba, hogy egy nagyon jó alapozást végeztünk, tényleg jó hangulatú munkát végeztek a lányok, és hatásos volt az alapozás is, és abba bíztunk így, hogy talán tudunk valamit javítani az őszi mérlegen.
Hát sajnos a tavasz sem úgy sikerült ennek ellenére, hogy azt elképzeltük, bár igazából nem vertek agyon bennünket, ahogy mondani szokás, tehát túl nagy gólarányú vereségek nem voltak. Egyedül a szombathelyektől kaptunk ki nagy gólarányjal. Ezen kívül azonban mindenkivel szoros meccset játszottunk, a mérkőzés bizonyos szakaszaiban mi vezettünk, azonban két győzelmen kívül a további várt, úgymond kötelezőnek gondolt győzelmek nem jöttek itt, tehát a tavaszi szezont sem zártuk igazán jól. Sajnos aztán a végére létszámban is elfogytunk, így például az utolsó fordulóban, amikor Veszprémbe léptünk pályára, végig kiki meccset játszottunk, a második félidő felénél vezettünk, de egész egyszerűen egyetlen egy bevethető cserejátékosunk volt, ő is ifi, először volt a felnőtt keretbe, volt, aki rendelkezésünkre állt, tehát egyszerűen elfogytunk a végére, bízunk be, hogy a következő szezonban ilyenre már nem kerül sor. Csonka László szakosztályvezető elmondta, hogy az önkormányzati működési támogatásnak, a szponzoroknak, valamint a TAO rendszernek, illetve a társasági adójukat felajánló cégeknek köszönhetően az anyagi háttér biztosított volt a jó szerepléshez. Ezért is csalódás a korábbiakhoz képest gyenge eredmény. Ami pozitívum az idei bajnokság során, az az utánpótlás csapatok szereplése, hiszen a felnőtt csapaton, az MB2-es felnőtt csapaton kívül 5 különböző korosztályba indítottunk csapatot, és a Magyar Kézilabda Szövetség valamilyen versenyrendszerében rendszeresen játszott 5 csapatunk, közülük az U13-asok több meccset játszottak, majdnem kétszer annyi tétmeccset játszottak egy bajnoki szezon során, mint a felnőttek vagy a juniorok, tehát ők a kiemelt korosztályunk tulajdonképpen, de ugyanúgy az U9, U10, U11-es korosztályok is rendre helytáltak és szépen szerepeltek, tehát az övüké a jövő, az egyértelmű. Fontos kiemelni, hogy a juniorok sokáig harcban álltak a dobogóért, ám sajnos az őszi Veszprém elleni meccsüket az utolsó másodpercekben elbukták, így végül az MB2-es bajnokság 4. helyén végeztek. A jövő évről szólva a szakosztályvezető elmondta, hogy Hegyi Gábor eleve bajnokság végéig vállalta csak a felnőtt csapat edzői teendőit, vezetői és szakmai tapasztalatára azonban továbbra is számítanak, ősztől az utánpótlás területén tevékenykedik majd. Gáborral eleve úgy állapodtunk meg, hogy júniusig vezeti a csapatot, tehát ebben a szezonban ő sem kívánt tovább a nagy csapattal foglalkozni, tehát az edzőváltás tulajdonképpen az várható volt, tehát menetrendszerűen történt. Az új edző nevét azt heteken belül nyilvánosságra hozzuk, szerintem sokan sejtik már, vagy sokan tudják is, de egyelőre azt kérte, hogy még korábbi csapatával nem rendezi le a dolgait, addig ne hozzuk nyilvánosságra a nevét. Egyben a vezetőség és jó magam is ebből a bajnokságból levonta a tapasztalatot, megszívleljük a tanulságokat, és úgy tűnik szeretnénk már az új edzővel egyeztetve visszatérni arra a régi útra, hogy a csapat magját, a csapat nagy részét helyi nevelésű, helyi kötődésű Sárvárhoz valamilyen módon kötődő játékosok alkossák. Nem könnyű dolog ez, hiszen az elmúlt egy évtizedben igazából az utánpótlás képzés az akadozott Sárváron, tehát nem nagyon van most az a 20 éves korosztály, akire lehetne támaszkodni, de ennek ellenére megpróbáljuk ezt a vonalat követni. Természetesen posztra biztos, hogy kell erősíteni, igazolni, de vissza szeretnénk térni erre az útra, mert úgy gondoljuk, hogy hosszú távon mindenképpen ez lesz a járható. A jövő évi versenykiírás még nem ismert, ám komoly változásokról is hallani. Elképzelhető, hogy kevesebb, de nagyobb létszámú NB2-es csoporttal indul a 2016-2017-es szezon, így a bennmaradásért is komolyabb harcot kell majd vívni. A szombati adásunk időpontjában játszott Sárvár FC András Hida NB3-as labdarúgó mérkőzés felvételét május 23-án és 24-én, hétfőn és kedden 10 és 17 órától láthatják a Sárvári Televízióban. Kedves nézőink, a Sárvári Televízió május 21-i magazinműsorát látták. Új pénteki mozaikkal május 27-én jelentkezünk. Vendégünk lesz Kondora István polgármester, akivel az önkormányzat gazdálkodásáról és fejlesztési terveiről beszélgetünk. Új hírek 7-korral május 28-án szombaton jelentkezünk. Műsorainkat megnézhetik weboldalunkon a www.sarvartv.hu-n, kövessenek bennünket a Facebookon is, a viszontlátásra!